Köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban Lajtai Lilla személyében egy pedagógussal fogok beszélgetni, aki nem csak az iskola falai között foglalkozik gyerekekkel, hanem fejlesztő foglalkozásokat is tart. Üdvözöllek, Lilla, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, Viktor, köszönöm a lehetőséget. Mikor alakult ki benned a gyerekek iránti szeretet, és mikor döntötted el, hogy te velük szeretnél foglalkozni? Hát én 2010 óta pedagógusként dolgozom, általános iskolában tanítok, felső tagozaton, de a pici gyerekekkel igazából 5,5 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Ekkor volt a kisfiam 1,5 éves, és 1 éves kora után úgy éreztem, hogy szívesen eljárnék én is vele valamilyen közösségbe, vagy valamilyen foglalkozásra, és nem nagyon találtam olyan lehetőséget itt a környéken, ami úgy megfelelő lett volna. Ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom én egy ilyen foglalkozással, és hát novemberben fordult meg a fejemben ez a gondolat, hogy jó lenne pici gyerekekkel foglalkozni, és 2017. februárjában farsangi csacskamacska foglalkozás volt az első, amikor ilyen pici gyerekeknek tartottam foglalkozást. És azóta ez egy nagyon nagy szerelem lett nekem, és igazából rájöttem arra is, hogy ezek a pici gyerekek sokkal közelebb állnak hozzám, illetve talán a személyiségemhez, mint a nagyobbak, bár belük is ugyanúgy szeretek foglalkozni. Mondtad, hogy csacskamacska a foglalkozás neve. Honnan ered ez? Hát a foglalkozásnak két házigazdája van, őket akkor így be is mutatnám. Hát ez a két cice ugye ismerős lehet nekünk máshonnan is, a mi korosztályunknak, ugye ők a frakból a cicák, Szerénke és Lukrécia. Hát ők a csacskamacskák, és ők a házigazdái a foglalkozásnak, mindig velük kezdődik a foglalkozás, ők köszöntik a gyerekeket, és ez egy nagyon fontos része a foglalkozásnak, hogy időt szánunk arra, hogy köszöntsük egymást, hogy üdvözöljük egymást, hogy egy picit megcirógassák a cicák a gyerekeket. Hát a mai rohanó világban azért úgy, ez mindig úgy elsiklik, és mindig rohanunk mindenhová, és a gyerekek ezt úgy igénylik, hogy egy kis törődést, egy kis figyelmet, egy kis simogatást kapjanak. És mindig egy dallal köszöntik először a gyerekeket, utána pedig egy picit megszeretgetik őket. És ők azok, akikkel végig a foglalkozás során játszunk. Tehát lényegében ők a házigazdák. És a foglalkozás is úgy végződik, hogy elköszönnek a gyerekektől, és búcsút veszünk egymástól. Miket szoktatok egy ilyen foglalkozáson csinálni? A foglalkozást ilyen kis etapokra lehet felosztani, több részből áll. Igazából ez egy ilyen nagyon komplex foglalkozás nekem, és az volt az elképzelésem a foglalkozással kapcsolatban, hogy ne kifejezetten csak zenés foglalkozás legyen, tehát ne feltétlenül csak egy ilyen zenebölcsi, bár a zenei nevelést is nagyon fontosnak tartom, és nagyon fontos része a foglalkozásnak, hanem mozgásfejlesztés is történik, illetve érzelmi fejlesztés is. Itt nagyon fontosnak tartom, mondhatnám azt is, hogy egy érzékenyítő foglalkozás is ez a foglalkozás. Fontosnak tartom azt, hogy az anyukák játszanak, tehát az anyukák vegyék ölbe a gyerekeket, tehát ne az legyen, hogy esetleg én énekelek, én játszok a gyerekekkel, hanem itt igazából ez a foglalkozás az anyukáknak szól, a szülőknek. A foglalkozás elején általában ölbeli játékok, lovagoltatók, höcögtetőket játszunk egy ilyen jó 10 percig. Ezek általában népi mondókák, illetve népdalokat használunk a foglalkozások során. És utána jönnek az eszközös játékok, amikor előkerülnek a buborékfújók, a csodaernyő, ami hivatalos nevén a kooperációs ernyő, mi csak csodaernyőnek nevezzük, a színes ernyő. Ezeknek mind nagyon fontos szerepe van a foglalkozás során. Például csak néhány példát említenék, a buborékfújó, ugye azt gondolnánk, hogy egy nagyon jó móka, és nyilván egy nagyon jó móka a gyerekek számára, de például a szemkész koordináció fejlesztésére egy nagyon fantasztikus eszköz. És a foglalkozásra jellemző, hogy folyamatosan, észrevétlenül fejlesztünk különböző képességeket, ami teljesen észrevétlenül játékos módon történik. Ilyen például a csodaernyő is, aminél megtanuljuk például a térbeli tájékozódást, merre van a fölfelé, merre van a lefelé. A tempóváltoztatást érzékelhetik a gyerekek, általában beülnek az ernyőbe, és körbe visszük őket az ernyőn segítségével. És mindig van ennek a játéknak egy olyan része, hogy megfordulunk, irányt változtatunk, és ezt ugye ilyenkor ők érzékelik is az ernyőben ülve. Vagy például a mondókák nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy a testrészeket megtanuljuk,
Itt ugye nyilván azért az életkori sajátosságoknak megfelelően próbálom megválogatni ezeket a mondókákat, és mivel a foglalkozás fél éves kortól 3 éves korig ajánlott, itt is azért differenciálni kell a foglalkozáson belül, mert egy éves még nem fogja tudni feltétlenül megmutatni, hogy hol az orra, hol a füle. Egy-két és fél éves viszont már biztonsággal ezt meg tudja mutatni. Én itt az anyukákat szoktam kérni arra, hogy ők mondják a mondókát, és közben ők érintgessék meg a babájuk, a kisgyermekük testrészeit. Nyilván ők ezáltal már tanulják. Az irányukat, a térbeli tájékozódást nagyon jól segítik ezek a mondókák, testrészeket, színeket, tanulunk a szemkész koordinációt, tempóváltoztatást, tehát nagyon sok, sorolhatnám tovább, hogy mennyi mindenre fejlesztőleg hatnak ezek a mondókák. Arról nem is beszélve, hogy egy baba minél több mondókát, minél több dalt tanul meg, az emlékezetét, az érzelmeit is fejleszti. És még egy nagyon fontos dolgot kiemelnék, hogy akár egy simogatás az anyuka által, egy érintés, egy elismerő mosoly is érzelmileg fejlesztőleg hat egy kisgyerekre. És az apukákat is várjuk szeretettel. Tehát nem csak anyukáknak szól, hanem apukáknak is szól ez a foglalkozás. Ugye említettük itt egy fél gondolatban, hogy utánzás révén tanulnak nagyon sokat a kisgyerekek. Mik azok, amiket itt elsajátíthatnak még a bármiféle mozgáskultúrát? Nagyon sok kismozgásos, illetve nagymozgásos mondókánk van. A mondókákról egyébként azt tudom elmondani, hogy szuper eszköze a fejlesztésnek. A nagymozgásoknál például körjátékokat, vagy körbesétálós játékokat szoktunk játszani. Van, hogy közben kis törpék leszünk, ilyenkor legugolunk. Van, hogy óriások leszünk, ilyenkor lábújhegyre állunk. Nyilván ez is ugye már a nagyobbaknál. A picikéknél szoktam mondani az anyukáknak, hogy a kezükben tartva ők csinálják ezeket a mozgásokat, ezáltal már ugye a kicsik érzékelik a dolgokat. És szoktunk állatok hangját utánozni, állatok mozgását utánozni, tehát rengeteg olyan lehetőség van itt a foglalkozáson belül is, ami által tanulhatnak a gyerekek. Rengeteg sok elemet felsoroltál, hogy miket szoktatok csinálni. Mi az, ami abszolút kedvencnek számít? Tudsz-e ilyet mondani? Így van, igen, tudok. Ami elmaradhatatlan része a foglalkozásnak, az a buborék, tehát a buborék fújás. Az van egy dalunk, amit minden alkalommal eléneklünk. Ezzel a dallal hívjuk elő a buborékokat. Hát ezt a dalt a gyerekek már gyönyörűen éneklik, és tudják is, hogy akkor ugye mi következik. A másik ilyen dolog, amit kiemelnék, hogy a foglalkozás végén, az utolsó negyed órában általában mozgásfejlesztő játékokat teszek ki. Ezek közül láthatok is itt párat. Ilyen például a trambulin, a mászóalagút, az egyensúlyozó tölcsér, bilibó, légvárakat szoktam hozni, billenőhinta, és sorolhatnám. Ezek általában mind mozgásfejlesztő eszközök, tehát az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt fejlesztik. Hát ez az abszolút kedvenc, tehát ez az, amit már az elejétől kezdve várnak a gyerekek. És ez egy ilyen szabad játék szokott lenni a foglalkozás. Említetted, hogy fél és 3 éves kor között szoktak ide járni a foglalkozásokra a gyerekek, te viszont ugye az általános iskolában már idősebbeket tanítasz. Mi a különbség a két korosztály között? Hogyan tudnád őket elválasztani egymástól? Nagy a különbség. A nagyobbakat nehéz motiválni már. Én felsőben énekzenét tanítok, hát nem ez az a tantárgy, ami általában a kedvencük szokott lenni. A picik viszont nagyon fogékonyak a dalokra, a játékokra, a mondókázásra. Nyilván az életkori sajátosság, tehát a felsősöket már más dolgok, azért kiskamaszokról beszélünk, őket már más dolgok érdeklik. Úgyhogy a kicsik sokkal lelkesebbek, és én tőlük nagyon-nagyon sok szeretetet kapok, és nagyon sokat tanultam tőlük. És nagyon jó érzés az, amikor például az óvodába bemegyek, vagy már iskolában vannak az első csacskamacskásaim, és emlékeznek a foglalkozásokra, és odaszaladnak, és megölelnek. Most például járok itt Tolnán egy bölcsödébe is, pici gyerekekhez, és hatalmas szeretetet kapok tőlük, és ezt mondják is, odajönnek, megpuszilnak, megölelnek. Nyilván ez felsőben már kevésbé van, így akkor már annyira nem örülnek, ha az ember bemegy énekórára, de hát ott teljesen más
jelei vannak a sikernek, tehát ott a sikert már máshogy kell mérni, mint itt a picit. Szóval ez a foglalkozás a szocializációba is segít, ha van esetleg olyan gyerkőc, aki nem illeszkedik olyan gyorsan be a környezetbe, őt mégis hogy lehet rá venni erre, hogy felszabadultan játszon a többi társa? Egy nagyon fontos, úgymond szabály idézőjelbe itt a foglalkozáson, és ezt mindig elmondom az anyukáknak is, hogy semmi sem kötelező. Tehát mivel itt pici gyerekekről van szó, semmit nem teszünk kötelezővé, ami nem esik jól, vagy nem szeretne csinálni a gyerkőc. Ugye itt említettem, hogy a foglalkozás elején ölbeli játékokat játszunk, de most van olyan gyermek, amelyik nem szeretne leülni, nem szeretne 10 percet egy helyben eltölteni, ilyenkor hagyjuk. Tehát én mindig azt mondom az anyukáknak, hogy hagyják, amikor majd úgy érzi a gyermek, hogy szívesen bekapcsolódna a játékba vagy a foglalkozásba, akkor ennek az ideje majd eljön akkor, amikor ő ezt úgy érzi. Volt egyébként olyan kisgyermek, aki az első foglalkozást végig sírta, tehát nem tudta, hogy itt mi fog történni, mindenki és minden idegen volt számára. Végig sírta, de a szülei rendszeresen jártak, eleinte ugye a háttérben maradtak, csak nézték a foglalkozást, és pár hét elteltével ő volt az, aki elsőként a kör közepén állt, és elsőként jött és játszottunk, és az óvodai beszoktatásnál, vagy az óvodába kerülésnél ennek már hatalmas jelentősége volt, mert nem volt már probléma a beszoktatással. Úgyhogy ezért is szoktam ajánlani az anyukáknak, hogy bölcsőde, illetve óvoda előtt érdemes eljönni a foglalkozásra, mert mégis így kerülnek először közösségbe. És a közösségi lét alapvető szabályait is azért itt megtanuljuk. Tehát, hogy itt nem csak minden az enyém, itt meg kell osztani a játékokat, itt át kell a hangszereket is például adni, van egy olyan része a foglalkozásoknak, ahol ritmus hangszereket használunk, és ott van lehetőség arra, hogy utána cseréljünk. Tehát, hogy itt ezeket a dolgokat, alapvető szabályokat meg kell tanulni, és ez egy nagyon jó közeg erre. Mennyire szokott gördülékenyen menni ez a hangszer megosztás, vagy játék megosztás? Erre is azt tudom mondani, hogy az első pár alkalommal probléma szokott lenni, szorítja, nem engedi, de pár hét elteltével megtanulják és megszokják azt, hogy itt ez a szabály, vagy hát ez csúnya szóval mondva elvárás, hogy itt meg kell osztani. Említettük, hogy szülők is szoktak járni foglalkozásra. Egy anyuka talán könnyebben illeszkedik bele a sok gyerkőc és a többi anyuka közé, viszont ha egy apuka szeretne eljönni foglalkozásra, ő mégis hogy tudja átadni magát az élvezetet? Hát az apukák eleinte inkább csak úgy anyukával együtt jönnek, és úgy messziről kémlelik a dolgokat, de arra is volt példa, hogy anyuka ment vissza esetleg dolgozni előbb, és ezért onnantól kezdve az apuka jött a kisgyereke. Ez semmilyen problémát nem okozott, és ugyanúgy leültek közénk, és ugyanúgy játszottunk, de nyilván ez emberfüggő, tehát van olyan apuka, aki nem tudja annyira átadni magát itt ezeknek a dolgoknak, de van, akinek semmilyen problémát nem okoz. De nem szokott ez gond lenni, van, amikor nagyszülők jönnek, nagymama, nagypapa, sőt, most ugye nagytesók is jönnek, úgyhogy most, hogy így szünet van, és vége az iskolának, óvodának, így az óvis nagytesók is jönnek. Decemberben is szoktál foglalkozást tartani. Hogy néz ki egy ilyen Mikulás ünnepség, vagy karácsonyi előkészület? Igen, az év során azért próbálom a foglalkozásokat úgy összeállítani, hogy az ünnepkörökhöz kapcsolódóan állítom össze a foglalkozást. A mondókákat is, az énekeket is úgy válogatom meg, hogy azért a téli időszakhoz, nyári időszakhoz, húsvéthoz, Mikuláshoz, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódjanak. Hát a karácsonyi ünnepkör szokott egy ilyen nagyobb lélegzetvételű dolog lenni, amikor jön a Mikulás, ilyenkor eljön hozzánk az igazi Mikulás is. Csomagot kapnak a gyerekek, és készülünk, hetekig készülünk Mikulás dalokkal, Mikulás mondókákkal az ilyen foglalkozásokra. Hát, igazából ez egy ilyen nagyobb rendezvény szokott lenni. Mondhatom azt, hogy az év során a legnagyobb, mert hát mindenki szeretne találkozni a Mikulással, és ilyenkor elég sokan szoktunk lenni. Hogyan tudod folyamatosan fenntartani a gyerekek figyelmét egy ilyen foglalkozás alatt? Tudjuk, ugye nagyon szeretnek mozogni, minden érdekli őket, hamar elterelődik a figyelmük. Mégis hogy sikerül ezt szinten tartani? Ez változó. Vannak gyerekek, ugye minden gyerek más, és ez így van rendjén. És vannak gyerekek, akik az elejétől kezdve, ahogy mondtam, ugye engedjük, jönnek, mennek, nehéz a figyelmét fenntartani, de a mondókák egyébként erre is nagyon-nagyon jó eszközök, ugyanis azért a gyerekek figyelmét nagyon jól fel lehet velük kelteni, főleg ha mozgásos mondókáról van szó, és mozgunk hozzá, mutogatunk hozzá, akkor jól le lehet kötni a figyelmüket, illetve nagyon sok bábom van. Bábozni is szoktam a foglalkozás során. Például szoktunk olyat játszani, hogy a csodaernyő az egy tó,
és akkor a tóban milyen állatokat találhatunk, akkor előkerül a békabáb, a kiskacsabáb, és ehhez kapcsolódó a gólya, és ehhez kapcsolódó dalokat éneklünk. Amikor úgy látom, hogy egy kicsit zankad a figyelmük, és az ölbeli játékokat már picit unják, és nem szeretnének egy helybe ülni, akkor jönnek általában az eszközös játékok, és akkor ezt próbálom olyan periódusokba összeválogatni, hogy folyamatosan a figyelmüket fent tudjam tartani. Van olyan, hogy a mondokázás az elején csak pár perc, mert látom rajtuk, hogy ma annyira nem szeretnének egy helyben ülni, de van olyan, hogy akár negyed órán keresztül gyönyörűen ülnek anyuka ölébe, és mondokázunk és játszunk. Persze ezeket se úgy kell elképzelni, hogy egy helyben ülnek és mozdulatlanul mondokázunk, énekelünk. Ugye itt lovagoltatás, lovagoltató mondokák vannak, közben is folyamatosan ritmusra mozgunk. És itt szeretném kiemelni a ritmusérzék fejlesztését is, ami egy nagyon fontos része a foglalkozásnak. Volt esetleg olyan foglalkozásotok, ahol a gyerekek is mondhattak ötleteket, vagy mennyire szállhatnak ők bele az úgymond foglalkozásnak a vezetésébe? Igen, főleg, hogyha nagyobb gyerekek jönnek, mert hogyha óvisok jönnek, akkor ők mondják is, hogy mit szeretnének, mik lennek az igényeik, és látom is rajtuk, hogy mi az, amihez most kedvük lenne. A foglalkozás az nem úgy néz ki, hogy én vagyok a főnök, és megmondom, hogy akkor most mi fog történni, és mit fogunk csinálni, és hogy kell, és mind kell, hanem abszolút próbálok a gyerekek igényeihez alkalmazkodni, sőt sokszor az anyukákéhoz, mert anyukákat is azért úgy figyelem és látom azt, hogy mikor mihez lenne kedvük. Sokszor, amikor ők is már úgy kicsit fölállnának, mozognának, mert a gyerkőc már jönne-menne, akkor általában jönnek a sétáltató játékok, a hintáztató játékok, kicsit fölállunk, mozgunk mi is. Mennyire szoktad cserélgetni a mondókákat, a dalokat? Vagy vannak ilyen kedvencek, amiket általában minden foglalkozáson el szoktál nekik énekelni? Egy mondóka van, amit minden egyes alkalommal eléneklünk, mivel ez a cicáknak a mondókája, tehát a cicák köszöntő mondókája, illetve az egymást köszöntő mondók, ez a reggel van már ragyogó, minden egyes alkalommal ezzel kezdünk, ezzel köszöntjük egymást. Vannak kedvencek is, nekem is vannak kedvenceim, illetve a gyerekeknek is vannak kedvencei, de próbálok minden alkalommal újabb mondókákat. Most én körülbelül azt mondom, hogy egy ilyen 150-200 mondóka az, ami azért ugye a foglalkozás során folyamatosan előkerül, és ahogy mondtam, azért ilyen szezonális dolgokra is figyelek, hogy nyáron például nem a Mikulás dalokat énekeljük, húsvétkor a nyuszis mondókák dalok kerülnek előtérbe, tehát azért folyamatosan cserélődnek a mondókák. És hétről hétre azért mindig próbálok újabbakat hozni az anyukáknak és a gyerekeknek. Bármi egyéb gondolat, ami esetleg kimaradt beszélgetésünkből, és szívesen megemlítenéd? Amit itt még kiemelnék, és talán nem beszéltünk róla, az a zenei nevelés, hogy azért itt a foglalkozásnak van egy olyan része, amikor a ritmus hangszerek előkerülnek, és én is hangszerrel kísérem az éneklést. Ez a része is egy olyan része, kérdezted, hogy melyik az a része, amit nagyon szeretnek a gyerekek, ez is egy ilyen része. Előkerülnek a játékhangszerek, ugye ide kiteszem a szőnyeg közepére, mindenki választhat magának, és én most jelenleg ukulelén szoktam őket kísérni, és az anyukákat itt mindig arra szoktam kérni, hogy ők énekeljenek. Tehát, hogy ne csak én énekeljek, mert minden gyereknek az a fontos és az a legjobb, hogyha a saját anyukája hangját hallja, még ha nem is olyan tiszta, és még ha nem is tökéletes, de fontos lenne az, hogy az anyukák saját maguk énekeljenek a gyermekeiknek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!